Az 1980-as években több mint 300 ezer hektár öntözött terület volt Magyarországon, azonban ez a 2000-es évekre radikálisan lecsökkent, alig 100 ezer hektárra, ami a hazai termőterület 2%-a. Többek között ezt a számot szeretné a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növelni az elmúlt időszakban meghozott vízjogi változtatásokkal és a pályázati lehetőségekkel. A termelők több okból nem öntöznek manapság, egyrészt a termesztett növénykultúra nem igényli annyira az öntözést, másrészt nagyon magasak az öntözőrendszerek felállításának, üzemeltetésének és engedélyeztetésének költségei, valamint hiányzik az öntözési ismeret. Ezekre a problémákra akarnak megoldást találni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában. Társította a közösségekhez ösztönzőket, ugye mint szakadtósági tárdokumentációk elkészítése, vagy például ez az új pályázati felhívás, amiben további 90%-kal próbálja majd támogatni a közösségeket, illetve az, hogy magasabb támogatási intenzitást tud majd kapni az öntözéses beruházásos programba. Egyik lehetőség az öntözési közösségek létrehozása, ami a gazdák anyagi tehermentesítését is jelenti, főleg a meghirdetett pályázatok kihasználásával. A közel 50 milliárd forintos EU-s pályázati forrás 60%-os kihasználtságon tart, úgyhogy a szakértő szerint érdemes még pályázni. Vízvisszatartásra, szűrőmezőkre, meliorált utak kialakítására, meglévő öntözőrendszerek korszerűsítésére és új öntözőrendszerek beszerzésére is felhasználható a pályázati összeg. Az igényelhető visszanemtérítendő támogatás 1 milliárd forint, kollektív esetén 2 milliárd forint. Ha megjelennek a módosítások az ősszel, ez az öntözési közösség erre 2 milliárd forintra tud pályázni egy 70%-os támogatási intenzitással. Ősszel újabb pályázati felhívás várható, ami a már megalakult öntözési közösségeket támogatja a rendszer fenntartási és üzemeltetési költségeivel. Amennyiben összeadjuk ezeket az ösztönzőket, akár 90%-os támogatási intenzitással tud a közösség öntözésre pályázni.